Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, a mai víkendben muzsikálunk kicsit a Talambával, mutatunk egy mandala kiállítást, de programokat is ajánlunk, például a könyvtárba és egy légtornász bajnokságról is szó lesz majd. Először azonban a víz világnapjával foglalkozunk, amely március 22-én volt, mutatjuk, mi történt a Nyíregyházi Egyetemen és a víztoronynál. Nos, ettől a folyamattól azt várom, hogy egy nagyon exoterm folyamat fog végbe menni, ugyanis a víz csepp az egy katalizátorként fog működni ebbe a folyamatban. A víz katalizálja ezt a folyamatot, redoxi reakcióba lép a ammónium nitrát, és dinitrogén oxiddá fog bomlani, valamint vízzé. A víz, ugye most egy olyan esetben vagyunk, hogy ez volt a kiindulási anyag, ez katalizálta a folyamatunkat. Most az egyik elem vízzé, és egy másik vegyületté bomlik, de a víz ismét katalizálja a folyamatot, tehát ez egy robbanószerű exoterm folyamat lesz. A keletkezett, tehát a hő hatására az ammóniumnitrát meg fog olvadni, és reakcióba fog lépni a cinkporral, amelyből keletkezik cinkoxid és víz, valamint nitrogén gáz. Na nézzük meg ezt a folyamatot. Nem akarom azért felrobbantani a labort, de rakjuk még bele, mert az előbb kicsit siralmas volt. Ide tesszük. Tehát ez egy robbanásszerű reakció lesz, és csak egy csepp vizet fogunk rácseppenteni. Ez két csepp volt. És várjuk. És csak ez egy csepp víz. Paulette a Víz Világnapja alkalmában mutatott belátványos kísérleteket a Nyíregyházi Egyetemen. Mi meg fogjuk gyújtani ezt a szappanos oldatot ennek a kis gázpalacknak a segítségével, ugyanis ebben propán-bután keverék található, és a gumicső segítségével a szappanos vízben, a buborékokban fel fogjuk fogni ezt a propán-bután gázt, amit utána meg tudunk gyújtani, igazából a kezemen is meg tudnám gyújtani, de azt nem vállalom be. Tehát egy keveset engedünk. Ha jobban kéne havoznia. Na. Jó lesz ez. Most pedig veszünk egy csukát, és meggyújtjuk. Érdekes. Ezt ne próbáljátok ki. Nem csak azt szemléltette, milyen tulajdonságai vannak a víznek, azt is elmagyarázta, hogy mi a különbség a lágy és a kemény víz között. Hogy ebbe desztillált vizet tettem, nincsenek benne ugye kálcium-magnézium ionok, amik ugye a keménységet okoznak, így a szappan micellákat tud képezni, és így teljes mértékben hatásos a tisztító ereje. Na, amíg a kemény vízbe, ugye elég sok mindent tettem, kálcium és magnézium ionokat, akármennyire rázhatom, neked is odaadhatom, te erősnek tűnsz, nem fog habzani, nem fog, egyszerűen nem fog habot képezni, hanem egy ilyen csapadékot fog képezni a szappannak, ami gátolja a tisztító hatását. De nem csak az egyetemi hallgatók vehettek részt valamilyen rendezvényen a Víz Világnapja alkalmából, a nyírségvíz szakemberei is nyílt nappal készültek. És azt tudjátok-e, hogy miért vagytok ma itt? Milyen napon? Víz Világnapja. Miért olyan fontos, hogy sok vizet ígyunk? Azért, mert az egész szállatunk. Pontosan így van. A kertvárosi óvodából érkezett gyerekek is sokat tudnak már a vízről. A nyírségvíz munkatársai Nyíregyháza egyik emblematikus épületénél, a víztoronynál várták a fiatalokat. Érdekes volt ezt így is látni, mert mi sima volt a víz is. Köszönjük szépen! További szép napot mindenkinek! És nem csak megnézhették belülről a torony szűk csiga lépcsőit, de számos érdekességet is megtudhattak a szakemberektől. A víztorony azért épült, hogy a környező 10 emeleteseknek a nyomását biztosítsa, tehát nem a vízmennyiséget, hanem a víznyomást biztosítja. Ahova felvisszük a látogatókat, az 35 méter, tehát a talpuk alatt 35 méter betonszerkezet és magasság van, és ezt 238 lépcsőfokon keresztül tudják megközelíteni.
A nyílt nap célja, hogy már fiatal korban minél többet megtudjanak a gyerekek a víz nélkülözhetetlen szerepéről, hiszen a kutatások szerint a 24. órában vagyunk. Minden ember és élőlény életfeltétele az ivóvíz, ezért mindenkinek van tennivalója ebben a kritikussá vált időszakban. Nagyon sokan nincsenek azzal tisztában, hogy mit jelent a vízlábnyom. Mondok rá egy konkrét példát, a vízlábnyom ugye azt jelenti, hogy egy termék, amíg előállítanak egy terméket, addig mennyi vizet használunk el. Például egy kávéfogyasztáshoz, egy csésze kávéfogyasztáshoz nem csak annyi víz kell, amennyit beleöntünk a kávéfőzőbe és lefő a kávé, hanem a kávébab elvetésétől tart ez a folyamat egészen addig, amíg lefő az a bizonyos kávé, és egy csésze kávéhoz bizony 140 liter vizet használunk fel. Egy szelet kenyér 40 liter vizet igényel, egy pamut póló 2000 liter vizet, egy szelet marhahús pedig 16.000 liter vizet igényel, még oda kerül az emberek asztalára. Március 22-e a Vízvilágnapja. Célja, hogy felhívja a figyelmet a víz fontosságára. Ez az egyetlen olyan anyag a Földön, amely mindhárom halmaz állapotban megtalálható. Jelen van a felszínen, a mélyben és a légkörben is. A következő nevezetes nap, amelyről beszélni fogunk, az a Színház Világnapja, amelynek pontos dátuma már 1962 óta, március 27-e. Vendégünk a Nyíregyházi Móri Zsigmond Színház direktora, Kirják Róbert. Jó estét, szia Robi! Jó estét, szia! Másképp ünnepeljük ma a Színház Világnapját, mint mondjuk pár évtizeddel ezelőtt, vagy akár... Jó, hát annyira nem emlékszel, hogy 1962-ben milyen volt a buli, de hát azért a színház történelem beszámol ezekről a neves dátumokról. Április 15-én lesz 21 éve, hogy a Móri Zsigmond Színházban dolgozom, tehát azért két évtizedet már kicsit jobban megismertem. Mindig fontos dátum volt ez a színház életében, és amennyire emlékszem, mindig igyekezett a színház vezetése valami különlegesebb, maradandóbb dolgot is ezekre a neves napokra kitalálni. Most viszont olyat csinálunk, amit eddig még nem csináltunk, és remélem, hogy a közönségünk is értékeli ezt a fajta közönség találkozót, amit reményeink szerint teltház fog várni, és nagyon izgatottan várom. Én is ott leszek ezen a közönség találkozón, és nagyon várjuk a kérdéseket. Na, mesélj erről, hogy kell ezt elképzelni? Nem volt még ilyen, de mégis hogy tervezitek? Semmi bonyolult dolgot nem kell elképzelni. 8-an le fogunk ülni egy asztalhoz, elkezdenek a színész kollégák sztorizgatni, és nyilván a nézőknek erről eszükbe jutnak majd dolgok, és teljesen szabadon kérdezgethetnek a színház működéséről, múltjáról, jövőjéről, és vagy a színész kollégák, vagy én igyekszünk válaszokat adni. Tulajdonképpen betekinthetnek így a kulisszák mögé, lehet azt mondani, mert azért arra mindig kíváncsi az ember, hogy hogyan készül, mi volt a próbán, volt-e valamilyen rendkívüli dolog, de tulajdonképpen ugye a Covid óta egy kicsit teljesen felbojdult, azt gondolom, hogy a színház világa is, hiszen olyan produkciók készültek, amelyet mondjuk csak online tudtak a nézők megnézni, vagy például ugye az elmúlt időszak megint egy nehéz helyzet volt. Ez most nem a vírus miatt, hanem az energiaárak miatt ugye nagyon sok intézmény kénytelen volt bezárni. Hogyan vészeltétek át ezt az időszakot? Azt tudom, hogy ott a színészház az gyakorlatilag olyan volt, mint egy ilyen kulturális, nem is tudom, erődítmény. Mármint az elmúlt néhány hónapra így gondolsz. Van, erre gondolok. 22. december 16-án zárta be a kapuit a színház, de már hetekkel korábban, sőt már hónapokkal korábban elkezdtünk készülni arra, hogy az azt követő időszakot hogy fogjuk munkával tölteni. Többek között végig kellett gondoljuk a próba folyamatokat is, nagyszínpadi, kamaraszínpad, vagy akár a gyerek előadásoknak is a próba folyamatát. És mivel egyetlen egy játszóhelyünk maradt próbahelyek nélkül, ezért döntöttünk úgy, hogy csak a Frankensteinnek a próba folyamatát fogjuk ott a művés stúdióban, ameddig lehet megcsinálni, és amikor úgy adódik a lehetőség, és kinyílik a színház, akkor az utolsó főpróba hetet, vagy másfél hetet pedig a kőszínházban.
De közben gondolnunk kellett arra is, hogy elmarad egy kamara bemutatónk, a Futótűz című kamara bemutatónk, illetve elmaradt a Ludas Matyi junior gyerekelőadásunk, nagyszínpadi gyerekelőadásunk, amikre rengeteg bérletet eladtunk, és tudtuk, hogy nem tudjuk ezt csak akkor megoldani, hogyha kinyit a színház, de közben azok a szereplők, akik ez alatt az idő alatt szabadok lettek volna, már új darabokban kezdtek el próbálni, tehát újra kellett vizsgálnunk, hogy kik azok a színészek, akik bekerülhetnek ezekbe a darabokba, és így lett egy Mici Mackó bemutatónk azokból a színészekből, akik ebben a szabad időszakban ráértek, de mivel ott is a színpad foglalt volt, ezért csak egy félszínpadon tudtak előadást, illetve próbákat tartani, és most hamarosan a Kávéházi Dallamokkal pótolni fogjuk a Futótűz című előadásunkat, amit szintén egy kicsit újra kellett gondolni színészek és színpad szempontjából is, de hogy az eredeti kérdésre visszatérjek, nem csak a művésztúdióban dolgoztak a műszaki is kollégák, a színész kollégák, hanem a gazdasági osztály, a művészeti titkárság, a marketing, mindenki a színészházba települt, és az ott szabadon lévő lakásokban rendeztük be ezeket az irodákat. Ez egy kicsit ilyen Woodstocki hangulat volt, nem? Tehát családias, extra valaki családias. Valaki kijött pizsomába, és esetleg éppen a gazdasági irodába. Pont ebben az időszakban folytattam le a színészekkel a szerződtetési tárgyalásokat, és pontosan úgy jött ki, hogy Gulácsi Tamás és Kosik Anita kb. 3 méterre voltak az irodámtól, tehát nem kellett messzire menni, kijöttek, nem pizsamában, szépen alkalomhoz illően, de átsétáltak a mellettük lévő színészházi szobába, és ott volt a szerződtetési tárgyalás. Gyakorlatilag szinte tényleg az egész évadot kellett újra gondolni, hiszen ugye kompletten megvoltak már az előadások. Én is arról faggattalak, hogy mi lesz azzal az előadással, amiről én lemaradtam még a tavalyi év folyamán, úgyhogy nyugtassuk meg a nézőket, minden olyan előadás, amelyre valakinek jegye van, mindenképpen majd megtartjátok. Így van. Most már június végéig látjuk a színháznak a műsorát, mindent be fogunk pótolni, ha csak nem jön semmilyen olyan váratlan dolog, amire nem készültünk. Amit fontos tudni a színház kamarabérleteseinek, hogy a Futótűz helyett a Kávéházi Dallamokat keressék a színház műsorán, illetve a iskolákat már kiértesítettük arról, hogy a Ludas Matyi helyett a Mici Mackót kapják a gyerekek. A közönség találkozón pedig minden egyéb titkot elárultok majd a nézőknek. Köszönjük szépen, Robi. Köszönöm én is. Kedves nézők, színház után pedig zenével folytatjuk a víkendet. Kedden a Talamba adott Horgas Eszterrel közös koncertet Nyíregyházán. Stábunk természetesen ott volt, úgyhogy mutatunk ebből egy kis ízelítőt. Thank you.
Hogyan született meg ez a Francia Szerelem című összeállítás? Ez egy nagyon érdekes történet, mert 2012-ben valamilyen oknál fogva, ezt ne kérdezzék meg, hogy miért, de egy szervező cégnél voltunk Horgas Eszterrel, és akkor pont egy ilyen mexikói turnét szerettek volna nekünk szervezni, és bementem ebbe a szervező irodába, ahol mondták, hogy pont most ment el, viharzott el Horgas Eszter, és hogy pont azon gondolkodott, mert Debussy volt, hogy szeretne egy francia műsort csinálni, és hogy ütősöket gondolt maga mellé. És akkor én hát ezt ugye a fülem mögé elhelyeztem, és miután kijöttem a szervező irodába, akkor felhívtam Horgas Esztert, hogy mit szólna hozzá, hogyha csinálnánk egy francia műsort, úgyhogy mi ütősök, és ő is azt mondja, de érdekes, pont ez jutott nekem is eszembe. Szóval tulajdonképpen a saját ötletével megkerestem őt, és egy olyan 3-4 hónapos műhely munka és próbaidőszak után még 2012-ben bemutattuk a Francia Szerelmet, amiben hát nyilván a címében is benne van, hogy francia impressionista, expressionista zeneszerzők művei dolgoztuk át egy nagyon érdekes hangszerelésben, hiszen egy száfúvala és egy hadosztály ütőegyüttes vagy ütőhangszer kíséri az egy száfúvalát, ami egyébként hangszerelés kérdésében nem volt egyszerű feladat, de azt hiszem, hogy a kollégáim Grünwald László és Szita Miklós nagyon jó hangszerelés mű készítettek ezekből a csodálatos zenékből, amiből ma mindet el fogjuk játszani. Sokszor játszottátok, gondolom, ezt a koncertet? Így van, nagyon sokszor, egy nagyon sikeres programról van szó. Körülbelül tegnap egyébként, amikor Egerben a Gárdonyi Géza Színházban játszottuk, akkor beszéltük útközben a kocsiba, hogy körülbelül 70. előadás lesz a mai itt Nyíregyházán. Úgyhogy ez egy igen, igen sikeres programunk. És milyen az Eszterrel való munka? Eleinte megmondom őszintén, hogy féltem egy kicsit tőle, hogy vajon hogy fog hozzáállni ezekhez a hangszerekhez, amiken mi játszunk, és főleg amiatt, hogy ő ugye Budapest mellett lakik, mi pedig Gödöllőn, tehát át kell neki vergődni mindig Budapesten, akármilyen forgalmi dugókon, meg nem tudom, hogy mit fog szólni, hogy nem mi menjünk már kamionnal hozzá próbálni Remete Szőlősre, hanem ő jöjjön hozzánk az egy száfúvalájával, hogy kicsit olyan gombóc volt a torkomban, hogy ez mit fog szólni, és be is igazolódott, az első próbán egy kicsit morgolódott, hogy ezt neki minden próbán meg kell tenni, akkor nem lesz annyira boldog. De amikor az első próbán megérkezett, és pont majd ezt el is fogja itt mesélni a koncerten, hogy az első próbán egy olyan élmény érte, hogy onnantól kezdve nagyon szívesen jött mindig Gödöllőre hozzánk próbálni. Egyébként nagyon jó a kapcsolatunk, az elmúlt 11 évben soha semmi probléma nem volt közöttünk sem szakmailag, sem emberileg, úgyhogy nagyon szeretjük egymást. És Nyíregyházára mennyire szerettek visszajönni? Hát ez mindig nekünk, ugye az együttesünk fele, Szita Miklós és jó magam is nyíregyháziak vagyunk, sőt, hát a négyes iskolában tanultunk, tehát a Kodály Zoltán zeneművészeti egy zenei általános iskolában, tehát nekünk ez mindig egy kicsit hazai pálya, reméljük, hogy találkozunk régi arcokkal, tanárnőkkel, osztálytársakkal. És milyen az idei koncertévadotok, merre felé koncerteztek? Ugye a Talambának nagyon sok arca van. Rengeteg féle koncertünk van, ami párhuzamosan fut egymásra, tehát vannak ifjúsági előadásaink, a Műpában például Budapesten, de Zsédával van most az új Colorum című koncertünk, amivel járjuk az országot, Eszterrel is turnézunk, illetve van nekünk ugye az Eight Seasons, ez a Vivaldi koncertünk, és a TTD, ez a Tour de Drums című fesztivál koncertünk, amik általában szabadtér ilyen nagyobb rendezvényeken szoktunk előadni, tehát nem fogunk unatkozni, úgy tűnik, illetve most már 12. alkalommal rendezzük majd meg Kapolcson a ütőhangszeres táborunkat, ami nagyon nagy népszerűségnek örvend a gyerekek körében. Nekem tulajdonképpen a Talambával olyan dolgozni, mint hogyha egy mesevilágba csöppennék. Amikor először ők megkerestek engem, akkor egy kicsit húzózkodtam, mert elég messze lakunk egymástól, és hát minden nap kijárni Gödöllőre, az nekem nem volt azért túl egyszerű. De amikor megtudtam, hogy közel 400 ütőhangszeren játszanak, és tényleg, tehát akármilyen világban el tudunk menni, és ott tényleg csodát tudunk teremteni, úgyhogy nekem ez egy óriási nagy kaland, és nagyon-nagyon szeretem őket. Egyébként emberileg is nagyon, nagyon jó velük együtt lenni. Milyen az idei koncertévada?
zsúfolt, hála jó Istennek, bár nyilvánvalóan mindenki érzi, hogy a válság meg a Covid után azért az a fajta őrület, amit előtte éltünk, tehát hogy tényleg hétről hétre jártuk a világot és Magyarországot is, azért az erősen visszaesett, de hát még így is nagyon-nagyon sok mindent csinálok, nagyon sok produkcióban vagyok benne, saját produkcióimmal is, Kálai Molnár Péterrel, Falusi Mariannal, az Imagine előadásunk Döbörög, egyébként itt Nyíregyházán is tavaly nyáron voltam, ugye Falusi Mariannal, és úgyhogy azt nagyon-nagyon szeretem csinálni, klasszikus műsort is, a lányom is felnőtt közben, és vele is elindult egy sorozat, ez az anyalánya koncertek, ami hát megint egy egészen nagy ajándék nekem, mert hát az embernek a gyerekével együtt muzsikálni, ő énekesnő, ott az megint egy külön ajándék, úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon-nagyon jól vagyok tartva jó Isten által, mert fantasztikus zenésztársaim vannak, és fantasztikus esteket tarthatunk. Idén 30 éves a Nyíregyházi Kálai gyűjtemény, ennek alkalmából 6 hónapos ünnepség sorozattal várják a látogatókat, hogy mi mindennel, azt a következő percekben Dohanics Lászlótól tudjuk meg. Szia Laci, jó estét! Szerusz, köszöntöm a kedves nézőket! 30 esztendőből te hányat asszisztáltál, vagy irányítottál végig? Hát kisebb megszakításokkal voltam megbízott vezető, de most a második ciklus, amikor már kinevezett vezetőként koordinálom a Kálai munkáját, hál' Istennek jól muzsikálunk. Nagyon-nagyon nagy változásokat éltetek meg, ugye itt elsősorban nem csak a költözésre gondolok, bár azt gondolom, hogy az egy jelentős mérföldkő volt, így visszatekintve melyek voltak azok a mérföldkövek, amik tényleg nagyon emlékezetesek számodra is. Tulajdonképpen a 2012 az indulás éve, én akkor kerültem a Kálai gyűjteményhez, akkor már első alkalommal a múzeumok éjszakáján 1200 látogatót tudtunk fogadni, ami korábban nem volt jellemző, mert azért nem volt olyan nagy látogatottsága, de az igazi mérföldkő a Kálai gyűjtemény átköltözése a Kálai házban 2020-ban, hiszen korábban egy 147 négyzetméteres polgári lakásban voltunk a Nyírűz palotában, utána most pedig egy 1200 négyzetméteres interaktív digitális eszközökkel felszerelt, gyönyörű szép kiállító termekkel működő múzeumban. Úgyhogy azt mondom, hogy ez a 2020 nekünk egy nagy váltás volt, mert a munkára eddig se volt panasz, mert nagyon jó kis csapattal dolgozom együtt, nagyon jó kis team vagyunk együtt, mindenki csinál mindent, de 2020-ban tényleg nem volt arra hivatkozási alapunk, hogy a körülmények nem jók, mert minden maximálisan megfelel annak, hogy remek programokat, jó kiállításokat, és mondjam azt produkáljuk a létszámot, látogató létszámot, bevételt. Ez most körülbelül olyan, mint amikor egy 1005-ös Ladából átül valaki egy Porsche-ba, mert ugye működött a Lada is, de nyilvánvalóan azért kaliberekkel nagyobb lépés volt ez, és azért gondolom, hogy a látogatói létszámban is jelentkezik. Igen, nekünk a 2022 az egy nagyon-nagyon sikeres év volt látogatói létszámba is, sőt azt mondhatom, hogy az első két hónap után, hogy a 2023 is nagyon jónak néz ki, bízunk benne, hogy ez így is fog menni, mert jó látogatói létszámmal bírunk, többi 4000-en látogatták már meg a Kálai gyűjteményt, ugyanakkor szerintem már vagy 50 múzeumpedagógiai foglalkozást is tartottunk, egyre jobban igénylik az óvodák, az iskolák, és ez azért is jó, mert hogy az óvoda iskola ellátogat hozzánk a diáksággal, az óvodásokkal, utána a gyerek visszajön a nagyszülővel, szülővel, ami nekem mindig is veszőparipám volt, hogy a gyerekeken keresztül lehet bemutatni a Kálai gyűjteményt, hisz a szülő akkor eljön, megnézi, hogy van egy várostörténeti kiállítás, van egy Kálai állandó kiállítás, és mellette kapja az időszaki kiállításokat, vagy családi programokat, családi rendezvényeket. Igen, közben itt a nézők látják is azt, amiről Laci beszél. Az alapítónkra emlékezve című kiállítást, Kálai Kristóf hagyatékát, ezt egyébként április 13-áig látogathatják. Igen. Illetve majd a Fényesebb a láncnál a kard című kiállításba is belepillanthatnak. Ezek ugye olyan relikviák, amelyet Kulcsár Róbert ajánlott föl itt megmutatásra. Közben ugye az is eszembe jutott, hogy egy picit talán a ti
esélyeiteket növelte az a tény is, hogy a József András Múzeum ugye most átmenetileg hát nem fogad látogatókat, hiszen átalakítás van, ugyanakkor nagy is a felelősség, mert azok az emberek, akik eljönnek hozzátok, azok valószínűleg picit megfertőződnek, úgyhogy érdemes őket itt tartani a múzeumok közelében. Így van. Amit mondtál az elején, az, hogy a József András Múzeum bezárt, én ezt nem érzem, tehát mi egy család vagyunk, mégis az anya cégünk a József András Múzeum, de megvan az az egészséges versenyszellem, ami kell ahhoz, hogy minden intézmény, mert ugye a Sustói Múzeumfalu is a József András égisz alá tartozik, megcsinálja azt a programot és teljesítsen azt, amit el is vár tőle a város vezető, illetve hozzátéve elvárunk magunktól, az, hogy szinten tartva minőségi kultúrát tudjunk közvetíteni a látogatók fele. Úgyhogy én ezt nem nagyon érzem azt, hogy most a múzeum bezárt, ez nekünk gondot jelentett volna, hiszen az elmúlt évben volt olyan év, hogy teljesítésben ugyanott voltunk, lehet, hogy egy picit még is rukkoltunk a József András Múzeumtól, de ez a versenyszellem, ez inkább egy egészséges versenyszellem arra, hogy mindenki teljesítsen maximálisan. Ezért is van az, hogy most 6 hónapon keresztül próbálunk nem csak ünnepelni, hanem rengeteg relikviát bemutatni, olyan tárgyakat, amelyek eddig nem kerültek bemutatásra. Konferenciákat szervezünk, szakmai napokat, családi napokat, tematikus napokat, tehát az, hogy minél szélesebb körben tudjuk a Kálait népszerűsíteni. Igen, egyébként nagyon áldásos ugye az épület elhelyezkedése, az, hogy van egy belső udvar, tehát minden szempontból ideális, akár egy ilyen kis buli hangulatot is meg lehet teremteni. És már csak egy utolsó kérdés, hogy mennyire használjátok azért a modernkori vívmányokat, illetve mik azok a technikai és emberi erőforrások, amivel meg lehet újítani tulajdonképpen újra és újra a közönséget, illetve ott tartani a múzeum közelében. Mindenféleképpen arra fókuszálunk, hogy a családokat bevonzzuk a Kálai gyűjteménybe, próbálunk minél szélesebb körben eladni magunkat, mert el kell adni a Kálai gyűjteményt is. Nagyon jó együttműködésünk van sok intézménnyel, legyen hoteltől egészen társmúzeumig, úgyhogy próbáljuk az anyagokat is frissíteni, cserélni. Ugyanakkor én azt mondom, hogy ha az a minősítés, amit mi megkaptunk 2022-ben, hogy az évmúzeum külön díjasai lettünk, családbarát múzeum lettünk, az értéktár, város, helyi, illetve a megyei értéktárba bekerültünk. Ez bennünket ambiciózul arra, hogy egyáltalán minél nagyobb és jobb programokat szervezzünk, és minél minőségibb legyen minden. Az, hogy aki hozzánk ellátogat, nagyon jó szájízzel menjen el, és ajánljon bennünket mindenhol. Igen, pont erre gondoltam, hogy tulajdonképpen egy ilyen kulturális kulináris élmény az, amit megízlelhetnek, ha lehet egy kicsit így összevegyíteni a dolgokat ott a múzeumban, és akkor aki egyszer belekóstolt, az valószínűleg máskor is szívesen tér be. Hát boldog születésnapot, köszönjük, hogy itt voltál. Kedves nézőink, önök ne menjenek messzire, egy kis szünet után légtornász bajnoksággal és mandala kiállítással folytatjuk a víkendet. Kedves nézőink, ha már láttak légtornász produkciót, biztos, hogy önök is ámulattal nézték, milyen fizikai erő, hajlékonyság és elegancia kell hozzá. Erről a kreatív mozdulatművészetről beszélgetünk most Makara Évával. Szia, Évi! Sziasztok! Te okleveles légtornász oktató vagy tulajdonképpen, és hát én jó pár rendezvényen láttam már a bemutatótokat, és nem csak én, hanem mindenki tátott szájjal bámulja. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen lenyűgöző történet, végtelenül könnyednek tűnik mindez, de hát aki valaha megpróbálta, az biztos arról számolt be, hogy azért az elején ez minden csak nem könnyű dolog. Ez valóban nem egy könnyű sport, és előadó művészeti sport, ezért is annyira izgalmas nézni és látni, mert mást is ad az embernek, mint csak egy sport közvetítés, úgymond, vagy egy sportesemény nézése. Az elején nyilván nehéz, mindenki kezdőként kezdi, de úgy erősödik meg folyamatosan az ember, ahogy csinálja kitartással, kitartó munkával, alázattal, mint ahogy minden sportnál, ennél is ez igaz. Ugye általában az ember a cirkuszban lát légtornászokat, nem tudom, hogy téged hol érintett meg ez a műfaj, ez a sport. Tényleg a cirkuszban egyébként 5 éves koromban, itt a Bújtoson volt egy cirkusz, elmentünk apukámmal meg anyukámmal, és ott
Én eldöntöttem, hogy artista leszek, hát nyilván ez nem úgy volt, amúgy én eldöntöttem, aztán másfelé sodort az élet, turizmust tanultam, és idegenvezető voltam külföldön, és ott találkoztam a légtornával újra, már 22 évesen, amikor azt eldöntöttem, hogy én már csak ezzel akarok foglalkozni. Amit nem hagytak gyerekkorodban. Közben itt a nézők látják a stúdiódban készült felvételeket. Hát ugyanezt akár az erdei tornapályán egy fágra rögzítve is meg tudod csinálni. Ez nagyon érdekes, amit mondtál. Sokan számolnak be arról, hogy gyerekkorukban is ott volt bennünk a tehetség. Aztán az élet elvitte őket más irányba, de aztán mégis jött egy ilyen valamilyen inspiráció, és beleálltak abba, ami tulajdonképpen valószínűleg az ő útjuk volt. Úgyhogy ilyen módon a kötél tulajdonképpen és a levegőben végzett ilyen mutatvány, ez volt a te utad. Hát gondolom, hogy az elhatározástól mondjuk egy ilyen minőségi mozgásig még azért rengeteg munkaóra kellett, és nagyon-nagyon sok minden más. Úgyhogy te jó példa vagy annak, aki akár most kezdi el. Kik azok, akinek ezt lehet ajánlani, vagy kell-e hozzá, mert te baromi csinos vagy, nyilván nagyon hajlékony. Van-e olyan dolog, ami mondjuk kizárók, hogyha valaki ebben gondolkodik? Vannak kizáró okok, persze, például, ha valaki várandós, én nem ajánlanám, de vannak légtornászok, akik úgy is űzik. Egyébként nem tudják abba hagyni még nagy pocakkal sem. Ez egy nagy drog ez szerintem. Egyébként nincs, mert úgy folyamatosan alakul ki az izomzata az embernek, tehát hogyha mondjuk van bármiféle kis problémája is, gerinc vagy gerincfedülés, stb., arra kifejezetten jó például, mert tehermentesíti a gerinc, a fejjel lefele lógás. Ugye az elején nyilván nem olyan mozdulatokat csinálnak, mint én a videóban. Ehhez több év gyakorlás, tapasztalat, képzések kellettek, hogy idáig eljussak, és folyamatosan még most is vágyakozom arra, hogy még több új dolgot tanuljak. Ez egy olyan dolog, amiben mindig van fejlődési lehetőség, tehát mindig van kihívás. Megnézek valakinek egy videóját, és egy ügyes légtornászit, és rögtön ezt meg akarom csinálni, és addig gyakorlom, amíg sikerül, de ez lehet, hogy nem 3 hét alatt fog, hanem 4-5 hónap alatt sikerülni nekem. Tehát ez nem csak a testnek, hanem a szellemnek, a türelemnek is az iskolája, lehet ezt mondani. Igen. Most hány tanítványod van itt Nyíregyházán? Hát jelenleg 9 gyerek légtorna csoportom van, 6 éves kortól 14 éves korig számít gyerek légtorna csoportnak. 6-7 fővel vannak ezek a csoportok, plusz a felnőtt vendégeim, nem is tudom pontosan összeszámolni, hogy hányan lehetnek, az is olyan 25-30 fő, akik... Mindenki hölgy. Nem, a nyújtásra, mert funkcionális nyújtásórát is tartok, arra járnak hozzám férfiak is, és ők kifejezetten szeretik azt a fajta mozgást. Ugye mozgástartomány növelés, és hogyha bármi másféle sportot űz az ember, ahhoz egy kiegészítő edzésnek, prevenciós edzésnek kifejezetten ajánlott az a nyújtás. Évi, most lesz egy bajnokság a Krúdi Kamara színpadán március 26-án, egy légtorna bajnokság. Ez nyitott ez a történet? Bárki elmehet? Vagy azért itt elsősorban a versenyzők lesznek? Hát ez egy nagy álmom volt, hogy megvalósítsak egy ilyen nagy szabású eseményt a színházban. Most még csak a Kamara színpadig jutottunk, és zárt körülre terveztem ezt az eseményt, tehát a fellépőknek a hozzátartozói családtagjai jöhetnek el, és telt házas már így is az esemény, de jövőre nagyon szeretném, és a jelek szerint van rá igény, mert többen hívtak a városból telefonon, hogy hol lehet jegyet kapni a légtorna versenyre, hogy egy nagy színpados városszerte is látogatható előadást, vagy versenyt csinálni akár, amire bárki eljöhet. Ez egy jó kihívás azoknak, akik hozzám járnak. Belekóstolhatnak abba, hogy milyen is egy ilyen sportrendezvényre felkészülni, egy versenyre készülni, hogy ott kell lenni fejben, lélekben, és aztán az önkifejezéssel átadni azt, amit hónapokon át gyakorolt és tanult az ember. Szerintem úgy érzem, hogy így olyasmit tudok ezzel adni a diákoknak, gyerekeknek és felnőtteknek, hogy segít nekik önmaguk lenni.
Tulajdonképpen ettől előadó művészet, ahogy itt beszéltél, arra gondoltam, hogy akár például egy táncszínházi programnak is el tudom képzelni azt, hogy csodálatos zenére, csodálatos produkciókat lássak mondjuk a Móricz Zsigmond Színház színpadán. Igen, ez egyébként az én fejemben is él ez a kép, és ugye van most egy kortárs modern oktatóm, Tóth Dani, aki a színház táncosa is a Móricz Zsigmond Színházban, és vele tervezünk kortárs légtánc előadást, ami több darabból fog állni, és akkor az úgy néz ki, egy ilyen kortárs légtánc, ami már külföldön egyébként nagyon elterjedt, hogy a levegőben és a talajon is vannak táncosok, és ez egyszerre annyira látványos és olyan különleges, hogy megpróbáljuk felvinni a színpadra. Hát Évi, nagy szerencse, hogy az idegenvezetésből visszatáncoltál a levegőbe. Sok sikert kívánok neked, köszönöm, hogy itt jártál, és hát sok sikert majd 26-án a Légtornán szépen. Én is köszönöm. A légtorna kiváló kikapcsolódás is lehet, akár csak a mandala festés, legalábbis ezt vallja Hadászi Krisztina, akinek nemrég nyílt meg legelső kiállítása a Vasutas Művelődési Házban. A Tünet Együttes produkciójával nyílt meg a Nyíregyházi Vasutas Művelődési Ház legújabb kiállítása. Belső utazások címszó alatt Hadászi Krisztina munkáit lehet megtekinteni. Nyitott intézményként befogadunk olyan művészeknek az alkotásaiból kiállításra összeállított tárgyakat, eszközöket, amelyek egyébként nem kapnának nyilvánosságot. Próbáljuk bátorítani azokat az amatőr művészeket, akik talán még egy kicsit félnek attól, hogy megkeressenek egy-egy intézményt, hogy nekik lenne annyi mennyiségben annyi kiállítási anyaguk, ami érdemes már egy tárlat berendezésére. Akkor esetleg, hogyha nekem van olyan ismerősöm, akit én tehetségesnek gondolok, akár őt is beajánlhatom hozzátok, vagy ez hogyan működik? Természetesen várjuk ezeket az ajánlásokat. Ugye most Hadászi Krisztina mandala kiállításának megnyitóján beszélgetünk. Krisztina úgy került hozzánk, hogy az ő barátja Szombati Tibornak tartottunk tavaly év végén egy kiállítást Akria alkotásokból, Akria csodák címmel, és Krisztina magától talán nem is próbálkozott volna a mi megkeresésünkkel, de Szombati Tibor bátorítása mellett már januárban megkeresett minket. És igen, szeretjük azt, hogyha jönnek hozzánk ezek a művészek, hiszen az ő alkotásaik is, mint azt láthatjuk most is, csodálatosak, elragadóak, vagy ahogy egy hölgy említette, olyan nyugalmat sugároznak. Krisztina 3 évvel ezelőtt kezdett mandala festéssel foglalkozni, de az első próbálkozásokból hamar komoly hobbi lett. Olyannyira, hogy hétfőtől ezeket a nagy közönség is láthatja egy kiállítás keretében. Én egyszer a telefonon megláttam egy mandalát, láttam régebben is, de akkor olyan szinten megragadott, hogy elvarázsolt egyszerűen, és mondom, ezt nekem meg kell tanulnom, ki kell próbálnom, gyönyörű volt. És akkor szépen lassan gyakorolgattam, nem vettem részt semmiféle képzésen, tanfolyamon, minden csak ilyen ingyenes videókon keresztül lestem el. És akkor úgy szépen folyamatosan fejlődtem, tanultam, mindig lehet újat tanulni. Akik hasonló hobbit választanak maguknak, azok sokszor azt mondják, hogy teljesen kikapcsolja őket. Te mit érzel, amikor elkezdesz alkotni? Pontosan ez a lényeg, hogy olyan szinten kapcsol ki, ha leülök festeni, akkor a külvilág az, meg az idő úgy megszűnik. Teljesen el tudok bennük merülni, és kikapcsol, tényleg. Külvilágból semmit nem érzékelek, és imádom csinálni. Mit jelent számodra egy kész alkotás? Azért itt nagyon különböző mintákat és színeket látunk. Gondolom mindegyiknek megvan a maga jelentősége is a számodra. Így van. Nem csak számomra van jelentése, hanem úgy alapjába véve a színeknek, minden színnek van jelentése. Én akkor használom tudatosan a színválasztást, hogyha erre kifejezetten kérnek. Én így ezeket a festményeket tulajdonképpen csak úgy
Találomra választottam a színeket, de van, aki kéri, hogy egészségre, ami hat az egészségre, van, ami gazdagságot hozó mandalát kér, bőséget, jólétet. Ők csak így születtek, ők így akartak megszületni. A mandalák bár elsősorban vászonra készülnek akrilfestékkel, akár bakelitlemezre, vagy folyami kavicsokra is lehet alkotni. Bármire lehet, a fától kezdve a természetes kavicsa, öntött gipsz öntött formákra. Én mondjuk kerámiaport használok, én öntöm őket, sokkal jobb beledolgozni, mint a gipszel, hálás anyag, és gyönyörű, szép, sima felületet ad. A csészék az egy kicsit bonyolultabb, mert lehet rá akrillal is festeni, de akkor ki kell égetni. Mondjuk porcelán festékkel is dolgozom, az tartósabbnak bizonyult. Meg a bakelit lemez, hát ez nem tudom, ki találta ki, de nagyon-nagyon jó ötlet volt. A kiállítás megnyitóján már többen kérdezgették tőled, hogy mégis mennyi idő egy ilyet elkészíteni, hát akkor osszuk meg a nézőkkel is, hogy mennyi idő alatt készül el egy ilyen mandala. Változó, van, ami 2-3 nap alatt készen van, plusz még ugye várni, hogy száradjon, meg a lakkozás, mondjuk az hamar megvan, mert ha sprayt használok, akkor az hamar megvan, de ha ecsettel, akkor ugye az egyértelmű, többet kell várni rá. Van, ami egy hét, de azért attól több nem. De nem úgy kell elképzelni, hogy na most én leülök reggel, és akkor, mit tudom én, 3-4 óra hossza alatt megcsinálok egyet, nem. Ameddig bírja a szemem, addig csinálom így egyfolytában, akkor van egy kis pihenő, és akkor újra folytatom. A Vasutas Művház előszeretettel mutat be olyan művészeket és alkotásokat, amelyek egyébként nehezen jutnának a város és a megye lakóinak látóterébe. A kiállítások mellett pedig más programokkal is igyekeznek képviselni és átadni a kultúrát, sőt a komoly témák sem állnak távol a művelődési háztól. Szervezünk, illetve már megvalósítási szakasz elején járunk egy vasútbiztonsági előadás sorozatot is. Ezt általános iskolások és kifejezetten középiskolások számára szeretnénk majd prezentálni, hiszen az elmúlt időszakban sajnos nagyon sok olyan vasúti baleset történt, ugye magas feszültségi áram vagy kábel megfogása után haláleset, égési sérülések, amelyek elkerülhetőek lettek volna, és itt nyíregyházi vasutasokkal összefogva előkészítettünk egy olyan 4 alkalomból álló előadássorozatot, amit most tavasszal, és majd ősszel is szeretnénk prezentálni az iskolásoknak, általános, illetve középiskolásoknak, és konkrét eseteket fogunk ezekben az előadásokban bemutatni, hogyan történik egy ilyen balesetnek a kivizsgálása, a kivizsgálás mit tár fel, milyen hiányosságokat, vagy milyen olyan körülményt, ami lehetővé tette, hogy fiatalok mondjuk mozdony tetejére másszanak fel. Hadászi Krisztina mandala kiállítása április 21-ig ingyenesen látható a nyíregyházi vasutas művelődési házban. Minden színnek, meg minden formának van jelentése. Most, hogy ennyire izgulsz, milyen színnel festeni a mandalát? Milyen színnel? A zöld a mindenem. Ott van egy kép, egy alkotásom, az a legesleg legkedvesebb számomra. Nem tudom, miért vonzódok ennyire, de nagyon nagy kedvencem a zöld szín. Úgyhogy azt előszeretettel használom, bár egy megosztó színnek tartom, mert sokan meg nem kedvelik. Pedig ő az egészségnek a színe, az újjászületés, a természet. Csak gondoljunk a tavaszra, a sok zöldre, ahogy megindul újra minden. Úgyhogy ezért imádom. A rendszeres könyvtárlátogatók már biztosan értesültek a jó hírről, hogy a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár újra a megszokott nyitvatartási idővel várja az olvasókat. A közelgő programokról Tomasovszky Anita ad nekünk ízelítőt. Szia, Anita! Szia, most köszöntöm a tévénézőket! Rengeteg program van. Március 27-től beindul az élet, és úgy tűnik, hogy ezerrel, mert hogy annyi mindent kínáltok, hogy szerintem lehet, hogy 2 műsort is meg tudnánk vele tölteni, úgyhogy hallgatunk, mik lesznek a legizgalmasabb dolgok, és hát ami szerintem szintén nagyon nagy érdeklődésre tart számot, garázsvásár lesz ismét, úgyhogy nagyon jó könyveket lehet nagyon jó árban megvásárolni.
Így van, március 27-én kinyit a központi könyvtárunk, és hát végre kinyithatjuk az ajtót a olvasóink előtt, akik nagyon-nagyon várták, és rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk tőlük az elmúlt 5 hónap alatt. Örültek a könyvkölcsönző automatának, azt teljes mértékben kihasználták, úgyhogy teljes kapacitással ment. És rengeteg programmal készültünk, tehát az 5 hónap alatt nem tétlenkedtünk, amellett, hogy új könyveket vásároltunk, feldolgoztunk, digitalizáltunk, programokat szerveztünk, tehát már március 27-ére garázsvásárral kedveskedünk az érdeklődőknek. Az mindig nagyon népszerű, pár száz forintért meg tudják venni az állományból kiselejtezett könyveket, tehát március 27-én 13 és 18 óra között, illetve március 27-én indul az Aranykapó Népművészeti Egyesület műhelyi galériák programsorozata, tehát március 27-én 14 órakor lesz az ünnepélyes megnyitó, amit Musó László Népművészeti Egyesület elnöke fog megnyitni, és azon a héten minden nap 14 órától foglalkozásokkal várjuk az érdeklődőket, tehát vercsipke, bemutató, tojásfestés, népi játék, mandala készítés. Ezek hol lesznek a helyszíne, mi lesz a bemutatóknak? A könyvtárunk 3. emeletén a társalgóba, és egy kiállítás is készül akkor, amit megtekinthetnek az érdeklődők. Miközben elindul március végén, március 24 és 30 között az Internet Fiesta programsorozatunk, nem csak itt Nyíregyházán, hanem az egész Vármegyében, több mint 20 programmal várjuk az érdeklődőket, VR szemüveg bemutató, előadások, okostelefon, okoseszközök, robotok, metaverzum, tehát minden, ami az internethez kapcsolódik. Készülünk a gyermekkönyv hónapra is, ez már az 50. Szabolcs-Szatmár Bereg Vármegyei Gyermekkönyv Hónap. Kiírtunk egy rajzpályázatot a Mi Petőfink címmel. Április 14-ig várjuk az alkotásokat, bármilyen szabadon választott technikával lehet készíteni Petőfi Sándor bármelyik művéhez, alkotásához. Készülünk közben már az ünnepi könyvhétre is, kicsit szerényebb keretek között, de Bereményi Géza lesz a vendégünk, aki megnyitja majd az ünnepi könyvhetet. Helyi írók, Ferenci Adrián új könyvét is bemutatjuk, a szabolcsi szépírók is bemutatkoznak, úgyhogy teljes programkavalkáddal várjuk az érdeklődőket, folytatódnak sorozataink, a Ringató, a Kamaszterasz, a helytörténeti esték, az Utazók a könyvtárban, a 80 nap alatt a föld körül, tehát rengeteg, és hát jön a költészet napja, a magyar költészet napja, ennek kapcsán Kölcsey Ferenc életéről szóló dokumentumfilmet mutatunk be, és vendégünk lesz maga a filmrendező Kántor István április 11-én 15 órától a konferenciatermünkben. Úgyhogy rengeteg program, ezt hoztam puskát, de ezt felolvasni is. Nem kellett, azt mondom, sok. Hogy gyakorlatilag olyan a fejed, mint egy bibliográfia, így fejből nyomod. Nyilván ez azt mutatja, hogy hónapok óta készültek ezekre, és már ezzel keltek, ezzel fekszetek te is, és a kollégáid is. Úgyhogy egy picit, ahogy mondtad ezt a sok programot, arra gondoltam, hogy gyakorlatilag már így versenyezhettek a Művelődési Ház címért is, mert hogy annyi minden történik a könyvtárban is, de nyilván ugyanúgy egy művelődéshez, kultúrához kapcsolódó intézményről van szó, úgyhogy mindegy, hogy valaki hol fogadja be az irodalmat könyvtárban vagy a művelődési házban. Nem is a helyszín a lényeg, hanem maga ugye az a vágy, hogy az embereknek egy kicsit színesebbé, teljesebbé tegyék az életét, és hát gondolom, hogy azért ilyenkor, amikor ennyi program van, akkor beiratkozások is egy kicsit megemelkednek. Igen, bízunk benne, hogy a pandémia miatt és a mostani zárvatartás miatt megfogyatkozott olvasói létszám hamarosan megnövekszik, bár azt el kell mondani, hogy a díjtételeinket április 1-től mi is kényszerültünk megemelni. A pandémia miatt pont levittük a beiratkozási díjat 1004-ről 1000 forintra, most visszavisszük 1500 forintra. Egy újfajta támogató olvasójegy gyet is kiadunk, egy 4 fokozatút, tehát egy bronz, ezüst, arany és gyémánt fokozatú támogató olvasójegy, tehát azokhoz szólunk, akik szeretnének minket támogatni, akkor egy magasabb díjszabással kiállított olvasójegyet tudnak megvásárolni, és ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy még több
könyvtári és irodalmi programot tudjunk rendezni ebben az évben. Anita, köszönöm szépen, akkor március 27-én ölelő karokkal vagy meleg szívvel vártok mindenkit a nyitásra. Köszönöm még egyszer. Én is köszönöm. Kedves nézőink, a könyvtári programokon kívül más rendezvények is várják Önöket, most mutatunk néhányat. Hullam be a festőművésznek nyílik kiállítása április 4-én Nyíregyházán, a Váci Mihály Kulturális Központban. A Móri születésű három gyermekes édesanya olajfestményeit eleinte egyszerű kubista vonalvezetés jellemezte, mára egy nem behatárolható, sajátos stílust alakított ki. A borvidékek és a toszkán dombok után az elmúlt három évben főleg női portrékat festett. A kiállítás április 30-áig tekinthető meg ingyenesen. Húsvéti kerékpár túrára vár mindenkit a Zöld Kerék Alapítvány. Nyíregyházáról indul a túra április 7-én, az 52 km után pedig Bátorligeten lehet megpihenni. Innen indul másnap az 50 kilométeres tekerés a Nagykárolyi Kastélyhoz. A tavaszindító bringás kalandozásra március 24-ig lehet jelentkezni. A városi sportcsarnokban rendeznek jótékonysági retro estet Tiszavasváriban április 15-én. A hangulat felelős DJ Nandi lesz, aki mellett DJ Dominik és az UFO Update is szórakoztatja majd a közönséget. Tiszavasvári önkormányzata a bevételből a város civil szervezeteit, valamint a sportegyesületet támogatja. Április 22-én a trombitái a főszerep Ibrányban. Ekkor első alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal szerveznek vármegyei trombita versenyt az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtárban. A rendezvény színvonalát emeli majd a Kelet Brass Band műsora. Ha rendszeres nézői a Weekendnek, akkor tudják, hogy időnként izgalmas koncerteket ajánlunk a figyelmükbe. A klub szezon végéhez közeledve Balogh Attila összegzi az elmúlt hónapokat. Szia, ti jó estét! Üdvözöllek, Magda, köszöntöm a nézőket! Mondhatnám azt, hogy teljesen tele vagy energiával, mert téged ugye a zenekarok meg a koncertek feltöltöttek, de azért úgy gondolom, hogy szervezőnek lenni nem mindig olyan hálás feladat, és azért már így a vége felé egy kis fáradtság is van a dologban, meg persze új tervek gondolom a jövőre nézve, de akkor most egy kicsit összegezünk, milyen nagy bulikon vagytok túl. Igen, az előző kérdésedre a fáradtság, de ez ilyen kellemes fáradtság, és egy nagyon-nagyon jó klubszezont tudhatunk magunk mögött, bár még nem fejeztük be. Közel 70 zenekar azért így is fellépett, hogy féltünk ettől a válságos időszaktól, mert hogy a Covid után, a háború, gyakorlatilag volt itt nekünk minden, de az emberek vágynak a szórakozásra is, és hál' Istennek szép számmal jöttek, élvezték a koncerteket, nagyon jó koncertek voltak nálunk. Mik voltak a legsikeresebbek, vagy neked személy szerint kik voltak a kedvenceid? Bár tudom, hogy ezt nem mindig megkérdezni, mert mindenkivel jó viszonyban. Én minden zenekarra nagyon-nagyon büszke vagyok, és nagyon hálás is vagyok érte, hogy nagyon sok esetben Szombathelyről elindultak Nyíregyházára, megcsinálták a koncertet, élvezte mindenki. Így nem nagyon tudnék kiemelni olyan csapatot, aki így kedvencem, vagy mindenki nagyon jó volt. Viszont amire nagyon büszke vagyok, hogy még itt a szezonzárás előtt egy olyan zenekart sikerült visszahozni 4 év után a klubba, akik tényleg a szívem csücske, ők pedig a Szabó Balázs bandája. És én úgy gondolom, hogy május 6-án egy méltó szezonzáró koncertet tudunk majd velük lebonyolítani. Akkor ők lesznek a íre a pont, vagy az, a korona az uralkodó fején, addig az április még tartogat valamit? Hát még a szezonzárásig azért 10 koncertnapot beiktattunk. Fish zenekar, Pogány induló, Petőfi zenekar, Esti Kornél zenekar, ugye még 30Y, tehát még nagyon-nagyon jó kis zenekarok lesznek. A koncertnapok általában azok péntek? Próbáltuk egy kicsit szűkíteni, mert ott az energia nekünk is pénzbe kerül.
az áremelkedés a zenekaroknak is pénzbe kerül, hát itt utazásra is gondolunk, hogy az sem lett olcsóbb. Péntek szombatokra tettük, hát az április-májust már azért bedupláztuk. A nagyon téli hónapokban azért csak egy napra próbáltunk koncentrálni, vagy a szombat, vagy pedig a pénteki napra, elnézést. Na hát azt gondolom, hogy akik kíváncsiak a zenekarokra, azok tudják, hogy hová kell menni, meg már ezért jó bejáratott kis törzsközönségetek van, de hát nyilvánvalóan mindig jó, hogyha új arcok is jönnek, meg új emberek szeretik meg a klub életet, a zenélést, úgyhogy a jövőre nézve vannak már tervek a jövő szezonra? Vannak bizony. Ezekből még nem nagyon szeretnék sokat elárulni, de Charlie-val például felvettem már a kapcsolatot, már egyezkedünk. Deák Bill Gyula bácsi hajlandóságot mutatott a klubkoncertnek a lebonyolítására, megvalósítására, úgyhogy bízok benne, hogy egy nagyon szép következő szezonnak fogunk majd neki látni. Hát azt gondolom, hogy ez tényleg nagy kihívás, és olyan neveket mondtál, akiket érdemes mondjuk egy ilyen koncerten meghallgatni, mert hát azért már ők tényleg a nagy öregek, szóval kívánom, hogy sokáig éljenek, de hát az ember soha nem tudhatja, hogy meddig lesznek még közöttünk. Attila, hát sajnos elfogyott az időnk, és még szerettünk volna a Wide Stroke Fesztiválról is beszélgetni, ami pedig a nyár nagy durranása lesz, úgyhogy mivel erre nem került sor, jövő héten meghívunk ismét, hogyha ráérsz, akkor szaladj be a stúdióba, úgyhogy majd akkor folytatjuk. Kedves nézők, önök is tartsanak velünk a jövő héten is, mert ezen kívül még szó lesz a Lego és fotókiállításról, valamint csillagvirág számlálásról is. Én kollégáim nevében is köszönöm az e heti figyelmüket, nagyon kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszontlátásra!